Most harangoznak 8 órára. Hogy néz ki, szép napunk lesz. Most plusz 2 fok van. 10 fok körül felmegy ma. Menjünk egyet sétálni, nézzünk szét. Látogassuk meg a szomszédokat. Ja, egy kicsit ez a bekötő út ilyenkor szar. Ah, ne be se zártam a kaput azért. Nem baj. Szép székely kapucsikát. Ki kell cseréljük, mert meg van öregedve. Szakadt széljával. Patak. Macska. Na. Én menjek egyet, meglátogatom. Ne siess szomszédomat, Barnit. Sáros itt az út, de állítólag le fogják aszfaltozni. Az fasza lenne. Tória pataka. Helyenként úszik benne egy-két pile palack. Mit szóltak ez a pallóhoz? Úgy hívják-e nálatok? A mini hidat itt nálunk pallónak hívják. Raktak ide 2 bazi nagy betongyűrűt. Nem tudom, hogy mire készülnek. Szomszéd szerint a kanaliza alas, gyerekek, az jó lenne, hogyha bevezetnék ebbe az utcába, itt Karotna felső felén. Nincsen kanalizálás. Víz van, falusi vízhálózat, arra felcsatlakozunk, már a kérést leadtuk a tavaly, még nem került sor. De kanalizálás nincs, kis probléma van ezzel a résszel, azt mondták, mert alacsonyan fekszik, és nincsen lefolyása, úgyhogy valamit, nem tudom, mit fognak ide csinálni, valami. Állítólag valami villanymotorokat kell tegyenek, lepumpálják oda az alsó részre. A ganajt. Itt van ez a kis templom. Nem tudom, ez látszik ki a kertből. Ja, nemrég vakolták le. A templom mellett egy mini parkocska. Kicsit szemetes, de majd felszedjük. Mit ír itt? Szent István király alapította. Krisztussal 1000 esztendeig. 1009-2009. Az 1000 éves gyulafehérvári főegyház megyét. Remélhetőleg nem messze van az iskola. Remélhetőleg az idén az aszfalttal feljönnek itt. Összekötik, majd megmutatom ott túlfelől. Elsétálunk oda is. Egy viszonylag új híd. A Torja River, gyerekek. A patak, de hívhassuk folyónak is, mert folyik. Na, és itt van a kicsi templom. Ez nem tudom, azt nem katolikus templom. Soha nem jártam benne, mi reformátusba szoktunk menni. Római katolikus templom. Szentmisék rendje. Négyszázhuszonhatos szám. Gáz ezen a részen sincsen. Úgy kell a gázot bekötni, hogy megmutatom majd a túlsó felétől, ott van a gázcső. Itt való vissza kell csatlakozni a fővezetékbe. És itt van a sok cső. A kanalizálásnak. A
haladunk felfelé a templomtól. Valahol itt van egy pálinka főzés. Samuéké, mintha. Itt pedig valami gázat lehet venni. Butángáz. Ragáz. Ilyen gyönyörű idő van, gyerekek. Fázikú. Ja, látjátok, itt még sok ház nincs kívülről levakóva. Ugye, hogy a miénk sincs. Hiszem, le fogjuk vapulni. Ez az út itt jobbra visszafordul. Oda a patak felé. Kimegyünk a főútra, s úgy jövünk vissza a református templomnál. Elhagyott ott házikú. Kő alap. Fa nagyjából egy része tégla. Vannak új házak is. Régiek is. Minden van itt falun. Ott a távolba vetik a kertünk, látszik, ahol van a torony. Zoomoljunk be. Következőkor hozzuk a zoom kamerát, s megnézzük, hogy messziről hogy néz ki a kertünk közelhozva. 4-es számú út megálló. Ilyen fáján kicsi lefödéske, ha? Kiérkeztünk ide a főútra. Meg milyen szépen ki van pingálva motivumokkal. Thoria. H-val meg Y-val 1307. Jó régi a Thoria, thoria.info. A kard meg a korona meg a vár. Vadocska. Meg termopána ablak reklám. Arrafelé van csorbaszeg. Felszeg, alszeg. Teli van szeggel. Thoria. Itt pedig egy keresztecske. In memoriam, második János Pál pápa. 1922-2005. Rajzinfo.ro. Szent Anatóval kapcsolatos infók. Na, rögtön ott vagyunk a letérőnél. Faházik itt is, itt rengeteg a faház túlja. Sok le van vakóva, nem tudni, hogy faház, de... Még egy kis reklám. Bergtor garázs kapuk. 24-es utca sorkán. Na, látszik is a templom, meg a kőkerítés. Itt még sokan szekérrel közlekednek. Na, itt vagyunk. A templomnál. Szembe egy iskola. Meg a sarkon két boltocska. Emlékmű. Reformáció. 500. évfordulójára. Hátus templom 14. század. Elég régi. És ez a 27-es utca. Még egy székelykapu itt a papilakonnál. Áldás a bejövőre, béke a kimenőre. Na jó, akkor ereszkedjünk le itt. A lüttőn.
Csikáink át ismét a Torrey Riveren. Szőnyegreklám a kert oldalán, tiszta Amerika Laundry. Szőnyegmosás, meg mindenféle tisztítás. Ja, ide lukadtunk volna ki, 26-os utca, ha ott átétünk volna jobbra. A templom után, a kis templom után az előbb. Felé ez a napkollektoros vízmelegítő. Én is gondolkodok rajta. Meg a lefődés, ez tetszik, itt ilyen áttetsző, átlátszó, plexi vagy mi ez, hasonló polikarbonát. Ja, én is itt szeretném a tornázot csinálni. Legalábbis egyes részein, a déli oldalon, meg a keletin is legalább ilyen átlátszóval, hogy a napfényt, meg a meleget azt engedje át. Az északi oldal az mehet plével, ilyesmi plével. Ja, tetszik ez a barna plékető, jobban, mint a piros. És itt megy a gázcső át a Torrey River felett. Ó, és innen látszik ismét, majd elfelejtem megmutatni. A kertünk. Ott van a torony. Ott a kertünk, a dombteteje. Közelebbről még megnézzük. A sarkon. És itt van a gázcső, megy fel Valálba. Ez a Torreynak az a része, amit úgy hívnak, hogy Valál. Itt lefelé, ahol mi lakunk, ez Karatna. Pontosan nem tudom, egyik hol kezdődik, meg másik hol végződik. De a lényeg az, hogy idáig le van aszfaltozva, és itt van a gáz. Tehát ugye most leírtunk egy ilyen kört, hogy a gázot be tudjuk vezetni. Innen nem visznek el nekünk oda, mennyire vagyunk innen, vagy 3-400 méterre. Max 500-ra. De 3-400 inkább. Nem viszik el a kapuig a gázsövet, hanem egy kört kell leírjanak, és valahol visszacsatlakozzanak a fővezetékbe. Az aszfalt mentén a főúton ott van gáz. Tehát vagy odáig kell visszamenjünk, ottól elsétáltunk, vagy lerövidítsünk itt a patak mellett a másik úton, és úgy visszacsatlakozzunk ide a fővezetékbe. Minél több szomszédot meg kell győzzek most, hogy most ingyen, eddig azért nem szerelték sokan be, mert sokba került volna. Mert most hoztak egy törvényt, hogy a szolgáltató kell állja a gázbeszerelést. Beszéltem a szolgáltatóval, azt mondta, hogy minél többen online tegyük le az interneten keresztül a kérést, mert ha egy utcába egy ember teszi le, akkor sokkal később szállnak ki ahhoz, mint ha egy utcába letennék 10-20-an. Ja, úgyhogy kell egy kicsit házoljak most, vigyem a laptopot is, segítsek, akinek nincs internet vagy laptop. Rakjuk le online a kéréseket, hogy hozzák el a gázat oda. Fasza lenne, lenne gáz, kanalizálás, a vízhálózatra rácsatlakozunk. Ugye villanyhez van, internet van, jó internet van, üvegszálas. Ja, itt omladozik, befeltűtötték, de nem építettek talán falat neki. Figyelmeztetés, büntetés a szemétlerakás, de a patak teli van szeméttel. Na, vissza is érkeztünk a tanyához. Hát egy szűk 3 kilométeres kört írtunk le. 2,92, és azelőtt még egy kicsit itt mászkáltunk, úgyhogy mondjuk 3 kilométer ez a kör.